Most mit csináljak, ha én korábban zsibbadok? Nagyon zsibbados vagyok. Mit jön mászkál máig hajnalvirágok ideje? Jöjjön, feküdjön le, pihenjen. Hát pihennék én, de egész éjjel kút az a hegyes feneke. Hegyes feneke? Nekem? Há, maga mit szólna? Ha én is úgy néznék ki, mint maga, azzal a nagy, hatalmas bödön alakjával. Inkább örüljön neki, hogy egy ilyen szép, fes, sovány, fiatal idős emberrel aludtak. Mi? Hát tehetek én? Most mondja meg, tehetek én ahol, hogy hámunknak utalták ki ezt a rohadt lakást? Én csak annyit mondok magának. Már jól itt hagyom ezzel a bestiával. Figyelj! Akar valami baromi ingolit hozzá? Nézd meg, hogyan hagyszik ez a bestiát? Rólam beszélnek az urak. Érdekes. Erre a szóra, hogy bestia azonnal fölébred. Hogy van, férjükre? Hogy alud? Jól. Jól, meg kell mondjam őszintén, olyan mélyen, mint a tej. Ha össze is a membe egy kicsit. De mit olyan kicsit? Mit udvarol? Mit udvarol ennek? Nem szégyelli ma? Udvarolok? Hát na ne szórakozzon már vele! Nagyon jól tudja, én magával válvetve iszonyodom ettől a teremtéstől. Azt kell higgyem, hogy önurak nem rokon szemveznek velem. Hát ne csinálja már édesem ezt a hülye szívusát, hát még hogy rokon szenvednek. Hát tudja, hol van maga nekünk? Tudja, hol? Itt, a bögyünkbe! Hát csak a zöld bögyébe. Még fér az én bögyömbe. A legfeljebb apró lény. Jaj, tudom én már, mi fáj maguknak. Mi? Mert tesz, hogy én egyedül alszom egy ágyban. Fáj a nyavaját! Mondja maga szívesebben aludna ezzel egy ágyban. Hát gondolhatja, hogy mennyire szívesebben aludnék vele. Ha egyszer magával alszom egy ágyban. Na jó, hagyjanak engem inkább békén, jó? Hát ha az uraknak ennyire nem tetszik itt velem együtt, akkor költözzenek ki a lakásomból. Nem azt mondjam a lakásom, talán az én lakásomból. Hogy ezek mit összevitatkoznak az én lakásomon, az valami régi. Hogy a maguk lakása az én lakásom, hát nekem a végzésem is itt van valahol, ha megtalálom, de nem találom, úgyhogy... De megvan, bizony Isten megvan. Jó, nekem meg, de mi? Itt van a végzésem. Én meg még nem is végeztem, azt mégis itt van. Hát én tudom, hogy jutottak maguk ezekhez a végzésekhez. Hogy, megvan a végzésem, itt van. Hogy, úgyhogy maga azt hazudta, hogy felesége van, három gyereke. Na és magáról is beszéljünk. Maga meg azt hazudta, hogy felelősségteljes állásban van, pedig csak egy közönséges portás. Hát azért, én nem felelős, de aztán, hát én ott állok, jönnek, mennek,
kérdezd meg, én meg felem! Ha lenne, ne röhögjem magam. Hát az most jól jönne egy kicsit. Hát rendben van a dolog. Na, forduljanak már a fal felé. Miért forduljunk? Kivéglés lesz? Hogy mi a franc? Szeretnék felkelni. Hát, ugyanolyan. Minek már minden reggel ez a hunyócska? Most mit játsza már meg itt magát nekünk? Mit csinálja itt a propagandát magának? Na, adják nekem a bankot, én tudom, maguk olyan szerelmesek belém, mint két kis kutyuska, csak nem tudnak megegyezni. Hát akkor én most fölbeíszpi... Az jó lesz! Fölbeíszpi, ugatom magát! Hogy maguk olyan közönségesek? Mondják maguk, fiak! Na, azt maga soha nem fogja megtudni. Mit jön meg már itt hajnalvirágok idején a tronda papucsába? Mit akar? Én, domóra! Na, ne csináljam! Felteszek maguknak egy kis reggeli zenét. Még már minden dél van. Ne, jegyezzék meg, akkor van reggel, amikor én felkelek. Hamvadó! Hamvadó! Béken! Hagyjam abba ezt a kornyikárást! Na, fölteszem a levegyákba! Hamvadó! Milyen jó hangulatban vannak maguk ebben a lakásban, még a gangra is kihallatszik. A lakáshivatalból a főnök asszony. A főnök asszony? A főnök asszony. Vagy maga milyen kedves ember. Sajnálom, de véget kell vetni ennek a szép családi életnek. Itt a végzés. Birike. Ki van rúgva? Nagyság, magáé a lakás. Na, viszontlátásra. Van itt vannak kirúgva. Mit szól ehhez a disznósághoz, nafta? Hát én biztos, hogy nem fogok innen kiköltözni. Na, költözni azt nem, csak... Felháborít az igazságtalanság. Hát csak háborodjanak fel, de nagyon. És költözzenek ki a lakásunkba, mert különben karhatalmat hívok. Nekem megvannak az összeköttetéseim. Karhatalom! Baba, barátok közt, Péter! Karhatalom, pici baba, hát barátok közt minek? Barátok közt? De karhatalom? Én eddig magának csak bestia voltam. Az ugye egy betérgető forma, pike, pipike, picike, pici baba, bestiácska, besti baba. De azt is mondták, hogy a bögyünkbe vagyok. Ő mondta? Hát mondom, hogy mi fél az én bögyőmbe. Legfeljebb aprólik. Jaj, hát aztán nagyon szép kis alakok maguk itt ketten. Ő egyszer, édes Pékén, azt mondta, hogy maga egy beléig ülő rohadt. Mi? Micsoda? Ő meg Pirike azt mondta, hogy maga soha nem mosakszik. Én ilyen soha. Meg azt is mondta, hogy maga lopja a szappan. Ne figyelj van, édes Pirikém, hát össze-vissza beszél. Hát ha nem mosakszik, nem mosakszik. Hát akkor minek lopja a szappan, ugye? Mi van? Minek lopjon valaki szappan, ha nem mosakszik, nem? Hát nem mosakszik. Ne törődjön be, édes Pirikém. Hát, hogy eladja. Na hát aztán maguk tényleg udorító pacákok. Édes Istenem, miért osztál engem ilyen alakokkal össze egy lakásba? Nyugodjon meg, édes
Pilikém, ha tudja, hogy imádom én magát, ha tudja, hogy mint az állat. Te, Pilike, de, Pilike, csücs! Ne komolyan gondolja, hogy csücs. Pilike, én úgy beév vagyok, lúgva. Csücs! Akkor beleülök, csücs! Lát! Nekem az anyukám azt mondta, hogy két percenként vegyek remegre. Énekeljen azon az iszonyú hangjával. Jó? Énekeljek. De ugye ezt nem a lakásomért teszi? Nem, én úgy imádok tőle. Mit énekeljek? Azt, amikor ott hamvadsz a hamutat. Pilike, engedjen már kicsikét!